A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyűrei szeptember 16-án közúti ellenőrzést tartottak Nagylak térségében, melynek során megállítottak egy lengyel honosságú tehergépjárművet. A bemutató okmányokból kiderült, hogy a sofőr különböző textilárut szállított Törökországból Magyarországra. A pénzügyőrök kockázatelemzés alapján a járművet felnyitották, és arra lettek figyelmesek, hogy a raktérben több jelöletlen zsák található, melyekben világmárkák logójával ellátott termékek is vannak, ezért tételes vizsgálatot tartottak. A szigorított ellenőrzés során a rakományból összesen 1463 darab márkavédett jelzésű szabadidőruha került elő. A pénzügyőrök a megközelítőleg 10 millió forint piaci értékű hamis ruhaszállítmányt lefoglalták. A pénzügyi nyomozók ismeretlen tettes ellen szerzői jogok jelentős vagyoni hátrányt okozó büntettének gyanúja miatt eljárást indítottak.